Na, itt hagytuk abba, kérem szépen, hogy... Háttérvászom, bocsi. Hogy egyrészt szarban vagyok már megint, mert megint nincsen semmiféle élettöltöm és egyéb okosságom. Most már van, köszi. Ja, de van csak ilyen nagyok igazából. Tehát most van az, amikor mit én nem akartak egy egész kenyeret megenni, csak mondjuk egy kicsike kiflit. Ez mi? Puska! Puska. Oké, okay, szóval lesz puskám, kiváló, tök jó. Witness checkpoint, errefele jövünk. Hogy innen hova, arról fingom nincsen, mert mindent is lezártak, szóval kizárásos alapon készítem a seggemet, hogy szétbugják. Nem tudom, hogy ki volt a tanú, de hogy eléggé nagy ganét hagyott maga után, a szétszentség. Na mindegy. És még itt is van a folyosók, bazeg. Meg ajtók, amik nem működnek, na. Szóval... Olvasunk ismételten, kis szusza! Kényelmesen, na azt mondja, hogy... In the center of Silent Hill lies the town's major tourist attraction. Nem polgármester, hanem hatalmas, na mindegy, túl kalég. Tehát, Silent Hill közepén fekszik a város legnagyobb turista látványossága, a túlukató. But there is a darker side to this scenic, beautiful reservoir. Tehát, de ennek a gyönyörű, érintetlen szépségnek van egy sötét oldala is. A mélye, oda nem megy le a fény, csak szólok. Na. What may seem a bread and butter local ghost story you've heard time and time again, in this case rings surprisingly true. Szóval, bármiféle szellemtörténetet hallottál időről időre, ebben az esetben nagyon valóságosnak tűnik. One fateful fogbound November day in 1918, a tourist cruiser called Little Baroness has set sail never to dock again. Ugye egy ködfötte novemberi napon 1918-ban egy turista hajó, a kis báró kihajózott és sosem kötött ki újra. Newspaper articles reporting the event contain no details on the ship's disappearance. Azt mondja, hogy az akkori cikkek nem közöltek semmit a hajó eltűnésével kapcsolatban. Despite an extensive police search, neither a single fragment of the ship nor the remains of the passengers or the crew have ever been recovered. Azt mondja, hogy a rendőrségi kutatása ellenére a hajó egyetlen darabja, vagy az utasok és a legénység egyetlen tagja sem került elő. But in 1939 an even more bizarre incident has taken place. De 1939-ben egy sokkal bizarrabb incidens történt. Igen, tehát sok oldal hiányzik. Who knows how many souls were taken by the waters of Toluca Lake? Tehát ki tudja, hogy hány lélek veszett oda a Toluca-tóban. Do the eyeless skulls of the damned stare hopelessly at the surface from below? Mondja, hogy a szemnélküli koponyák, az elátkozott szemnélküli koponyák most reménytelenül nézik alulról a felszínt. Yearning for a breath, or was their mysterious fate different altogether? Mondja, hogy szeretnének lélegezni, vagy a sorsuk teljesen más. Nem tudom, mi történt velük, ez így eléggé furán lett összerakva ez a sztori, na mindegy. Nem tudom, mi történt velük. Szóval, van ott nekünk egy darab ajtunk. Hol vagyunk egyáltalán? Jó. Az zárva van, itt van. Kettő valami. Gondolom slozi. Nem tudom mi. Itt nem fogok szarni, maradjunk annyiban, jó? Ez itt. Aha, értem. És akkor most pedig nem tudom, hol vagyok. Vagy igen? Hát tudom, hol vagyok. Oké, okay, rifle cabinet. Ott van, ami azt jelenti, hogy akkor most ki fogom tudni nyitni, és lesz nekem egy rifle-om. Nem tudom, kisikoltozott, de mindegy. Big fucking puska, erről van szó, köszönöm szépen. Meg lots of lőszerz. Ennyi, jó. És akkor elméletileg, hogyha én itt most nem szarakodok senkivel, hanem tök egyenesen kifutok, remélem ez lesz a legkönnyebb, akkor tudok szórakozni a súlyokkal. Csak nem erre. Kapcsold már föl! Megint itt van mindenki?
Aha, ja, menekülnek a fény elől, tök jó, oké. Ez pozitív. Gyorsan jussunk át, mielőtt még lekapcsolnák a villanyt. Átjutottunk, kiváló. Itt meg amúgy is tök sötét van, szóval... Súlyozzunk egyet, nézzük, sok opció nincsen, szóval... Ha ide teszem... Nem, ezt visszateszem. Ez semmi. Ha a másik oldalra teszem... Az is semmi. Ha kicsit oda teszem... Az se nyert, ha nagyot átrakom... Túl sok... Akkor ha a középsőt átrakom oda... Vagy közepest... Ez se jó... Kicsit a nagyjal... Á! Ez a jó, oké. Mi volt az, bika? Bika, oké. Hol volt nekünk bika ajtónk? Egy ajtót nem néztem meg, szóval nem tudom. Rifle, headless serpent... Szemben az a bika volt, vagy nem? Nem tudom. Wingless dove... De nem, lent volt a bika, nem? Elvileg lent volt a bika, ha jól emlékszem. Szóval kimegyek és rögtön egy balos. Haha. Ez nem az, francba. Ez nem az. Volt még előbb egy ajtó valahol. Pak. Az eleje felé. Na de gyors vagy! Én meg nagyot tudok ütni. A kicsi köcsög itt neki. Ott van a haverja is. Pak. Miért kellett még ilyeneket is beletenni? Nem elég parák ezek a nélkül is? Ott a bika. Na bazd meg. Láttalak ám csög! Figyeljék, kapcsolok lámpát, aztán dögölje meg, jó? Oké, ez nem volt poén. Köpjél csak, jó? Köszönöm. Csodálatos voltál. Nagyon élveztem minden pillanatát. Nem tudom, mi van itt, de biztos vicces. Faszom, na. Na ez nem vicces. Azaz! Bejöttél az én utcámba, kis genyú. Az nem tudom kinyitni. Na gyere ide! Hé! Hogy tudott ez így rám támadni, bakker? Én voltam a gyorsabb. Oké. Passa, jó. Mi van itt? Azt mondja, hogy it is bad to take when they own, they said they own. Azt mondja, hogy rossz, ha elveszed, amiről azt mondták, hogy az övék. When one does own, the other can take. Ha valaki birtokol, a másik nem veheti el. But I cannot own, should the warden take? Azt mondja, de én nem birtokolhatok, az igazgatónak el kell vennie. No, he shouldn't own again, I will take, I will own. Azt mondja, nem birtokolhat. Megint elveszek, megint birtokolni fogok. Jó. Teljes mértékben birtoklás párti vagyok, jó? Tehát nyugodt szívvel, de hogy itt mi van, azt nem tudom. Villany! El nem tudok menni, jó? Azt sem tudom, hol vagyok egyébként, de lelkesen megyek mindenhova. Itt
Innen jöttem? Nem. Szóval láttam valakit, majd átolvassuk. Azt az lekapcsolt! Hol vagy, köcsög? Ott van! Most már az enyém a segget, te tetvedék! Rosszul látom, hogy még egy ott mászkált, vagy nem? Na bazd meg! Hogy a francba teleportáltak ide, tetvek? Na bazd meg már, nem igaz. Jó. Itt jobbra be tudok menni? Be kéne tudnom menni, nem? Nem tudok bemenni. Most látlak, te rohadék! Oké, megvagy! Azaz! Azaz! Most megvagy. Ritka szarú célzok, de azért ezt még megoldottuk. Jó, szóval akkor... Itt ez teljesen zárva van. Bal oldalt van a D blokk. Ott egyet még nem néztem meg, egy cellát. Most ez vagy tök jó igazából, vagy csak fölhívja rám a figyelmet, ez a két opció van, nem tudom. Jó, beltéren egész jó vagyok. Guard room, az ott van. Jobbra a legelső őrszoba, oké. Ez az. Bemegyek? Bemegyek. Kiváló. Azt mondja, hogy vasárnap, azt mondja, hogy a reggeli út. Azt mondja, disruption reported C-140 yelling about C-777 haunting him, claims bars can't hold him, administered sedative to C-140. Tehát, hogy zavart jelentettek, a C-140-es panaszkodik a C-177-esre, hogy kísérti őt, mert hogy a rácsok nem tartják vissza, nyugtatót kapott noon lockup, tehát, hogy a deles lezárás. Performed precautionary search of C-77 cell, no traces found of the prisoner leaving his cell unsupervised. Tehát, hogy megelőző kutatást végeztünk a C-177-es cellájában, a D-5-ösben. Nem találtuk nyomát, hogy felügyelet nélkül elhagyta volna a cellát. Recommend further psychiatric evaluation of C-140. Igen, tehát, hogy további pszichiátriai megfigyelés a C-140-esnek ajánlott. Afternoon route, tehát, hogy a délutáni kör. Azt mondja, hogy a C-140-es és a C-777-es hiányoznak a cellájukból. Beindítottuk a riasztót, keresünk. Ja, van még ott valami az alján. Azt mondja, hogy update, bathroom door barred from inside, efforts made to get them open. Tehát, hogy igen, tehát azt mondja, hogy további jegyzék, hogy a fürdőszoba ajtót belülről elreteszelték, megpróbáljuk kinyitni. We don't hear anything from the other side. Nem hallunk semmit a túloldalról. Jó, nem tudom, hogy mit kellene hallani a túloldalról, de mindegy, oké. Okay. Ezt feljegyeztem. Ez itt jó. Van itt egy ilyenünk is, tök fasza. Az meg egy, micsoda. Cell block D. Oké, okay, tehát akkor a D-be is be fogok tudni jutni hoz. Tehát, hogyha itt vagyok, akkor a D5-ös kell nekem. De elvileg a C-t is meg tudom nézni. Tehát, hogyha itt elmegyek, kimegyek jobbra. És itt van egy külön terem, az lehet egy elkülönítő, vagy nem tudom, mi lehet. És nem tudom kinyitni, fuck. Tehát itt van egy lépcső, ez tök pozitív.
WC az zárva. Egy édes azt mondja, hogy... Nem tudom ki hol van. Jó, szóval akkor azt mondja, hogy a D-blokkba be tudok jutni. Azt mondja, hogy jobb. Kimegyek és jobb. Oké, telibe a másik oldalon. Megpróbáltam kinyitni, vagy nem? Nem jó. Hú, csinálj, meg közel voltál, kicsikösök. Találd már el azt a tetvet, baszod! Na végre, köszönöm. Valami legalább legyen. Még egy kör, oké? Börtönt azt jól kibővítették, bakker. Ez baj. Ez kurva nagy baj, oké. Hol vagyok? Igen, ott jöttem, jó. Akkor vissza tovább, hogyha följövök az emeletre. Elvileg akkor itt. Le van zárva, C4. C4 az nem tudom mire jó. De ez nem az. Jó. Az ott mi? Ne csezd már meg! Komolyan! Ott van még egy lépcső lefele, jó, oké. Kizárásos alapon csak erre tudok jutni, mert hiába nyitottam ki igazából, abszolút semmilyen szinten nincs ott semmi. B blokk, jó. Nézzük csak mi van, azt mondja, hogy key items. A D blokkhoz, oké, de a D blokkot meg nem tudom kinyitni, vagy miért nem tudom kinyitni, ezt nem értettem egyébként. Oké, hogy zárva van, ott volt egy kulcs, miért nem nyomott rá? Valószínűleg csak én basztam el, de nem baj. Adott még egy pár ajtó, amit még ki kell próbálni. Tempó. Itt még opció sincsen egyébként, hogy kulcsot használjuk, szóval nem értem. Ó, csezd meg! Jó. Húzd már meg! Közel voltál, kicsi köcsök, de nem jött össze. Hol vagy? Én voltam magyar! Kab! A fasz tefi! Jó, hangokra nagyon kell figyelni. Telibe rossz oldalon vagyok.
Ez lesz az? Ez lesz az! Faszom! Húzzunk innen! Hol vagy? Jaj, bazd meg, hát én itt hagytalak! Asszony! Ja, savaz mar, francba. Nagyot kell tolnom magamba. Miért nem néztem oda? Miért nem néztem oda? Nem értem, na mindig. Jó, szóval akkor ez itt a... Ez itt az. Itt is vannak a szemétládák, vagy nem? Én már nem tudom, most jelenleg nem jelez semmi. Bár a monokenek azok igazából... Bár mondjuk ezek mászkának, ezek bejeleznek. És akkor most hol vagyok? Jó, a D5-ös kell nekem, azt előbb a túlodon. Oké, most már ezt is kinyitottam. Miért jöttem ki a folyosóra, ahol nem szeretnek? Jó. Az ott a D1. Oké. Oda is benézünk természetesen. Természetesen, gyerünk. A D2-be is, vagy nem tudom hányas az. Elvileg a D5 az meg egy... Itt rögtön kimegyek és balra van a bejárata. Hát nézzük meg, hogy mi lesz itt. Aha, valami cucc, gyerünk. Shiv key, ez nem tudom, hogy micsoda, de mindegy. Nézzük csak. Azt mondja, hogy shame you didn't find it. Azt mondja, szégyen, hogy nem találtad meg. Shouldn't you know this place better than I do? Nem kéne jobban ismerned ezt a helyet, mint nekem. Now it's too late. I'm going for a walk. Már túl késő van, megyek sétálni. Ezt meg kell vizsgálnom, mert fingom nincs egyébként, hogy ez mire jó. Key items. Picking locks, oké. Tehát akkor lockot kell pickelni. Melyiket? Nem sokat tudok, szóval megpróbálkozunk a kisebbekkel. Vagy a C4-essel, ami ott van. Gondolom az lesz az egyetlen, amit ki tudok nyitni egyébként. Van egy ilyen sejtésem. És hogyha én itt vagyok, akkor... Itt ki. Balra el. Ez az! Miért nem nyitotta ki? Jó, hogy ezt még egyszer kell, jó? Oké, kiváló. Legalább, oké, legalább külön jelezte, hogy az valami extra. Ez mi a here? Olvasni való. Azt mondja, hogy jön. Tudom, hogy jön. A rácsok, a falak nem tartják vissza. Be fog jutni, be fog jutni. Még mindig van időm. Megcsináltam, majdnem végeztem. De közel van, érzem. Jön, hogy befejezze. Jó. Jöjjön. Hogy ki, azt nem tudom, de mindegy. Mi a... Ezt most nem értem, ez most... Megindul, abba hagyja? Ó. Hol vagyok? Toilet? Hál' Istennek. Most tudja, hogy manökenek lesznek itt. Nem nagyon zavarta egyébként, hogy ott vagyok. Na mindegy. De ahogy megmondtam, de hogy nem bántott, az is fura. Ez Betszó nem én voltam, jó? Tehát... Ehhez nekem nincs közöm, ez valaki más volt. Jó! Ezt ne szarja össze magát az ember! Ha már WC-n vagyunk. Mit láttál, James?
valamit nagyon nézett, nem? Nem. Slozi szélén kell hagyni a jóságot. Az visz tovább, mi? Én még így gyorsan körülnézek, hát ha találok valamit. Ó! Azaz. Ebből sose elég, gyerekek, de tényleg, tehát egyszerűen nincsen handgun ammum. Ezt nem is értem. Brutálisan kifogytam, jó, brutálisan kifogytam igazából, amikor ott volt az a plafonon lévő szemétláda, azóta sem sikerült összehoznom itt a dolgokat, na mindegy. Szóval bemegyünk az öltözőbe. Ott van egy pénisz. Látjátok, Rezi 4-jel is ez ott, ha van időm, akkor tudok célozni. Mondom én. Na szóval. Itt mi van? Elbújós köcsögeket keresem egyébként, hogy vannak-e valahol. Lábak vannak, de... Még ezt nem tudom bántani. Oké, és... James mit nézett? Ah, valami olvasnivaló. Nézzük csak. Mondtam neked, le. Nem hallgattál rám. Jó. Örülök neki, hogy ilyen pozitív az egész. Bocsánat, ezt meg kell igazítanom. És akkor elvileg itt balra meg a zuhanyzó van. Szóval akkor megyünk zuhanyozni, jó? Van egy olyan érzés, hogy ezek föl fognak kelni. Meg ez is. Ja, szerintem amiket nem tudom bántani a földön sem, azok föl fognak kelni, van egy ilyen apró sejtésem. Itt átmegyek. Megyek. Ja, úgy érzem, hogy ez nem lesz egyszerű. Csak biztosra megyünk, jó? Tehát ez nem hullagyalázás. Ez biztosíték. Jó. Túl sok cuccot kapok. Mondom én, ez nekem nagyon gyanús egyébként, hogy itt valami csúnya dolog lesz. Nem arra, köszönöm, arra. Jó. Itt már senki, ha igaz. Vagy nem tudom. Nem tudom, hogy az hova vezet... Ó, valami ott van még. Nem tudom, hogy az a Lukasz hova vezette, húzunk innen a vérbe, jó? Tehát én még egyszer ide vissza nem szeretnék jönni. Volt ott egy lyuk a falon. Valahol. Pedig megesküdtem volna rá, hogy ezen az oldalon láttam, de mindjárt megnézzük, hogy mi van még hol.
Mondom én, túlságosan kedves a játék, valami itt lesz. Valami szar biztos, hogy lesz. Vagy csak szopat. Az mi? Ja, igen, ilyen kis régi emlékek. Mondani, esküszöm, valahol láttam, ott van! Ja, csak átvezet a túloldalra, fuck. Most hova a tökönbe megyek? Mi van még nálam? Equipment. Semmi konkrétan, szóval abszolút a fogalmam sincs, hogy hova a francba kell mennem. Itt lenne valami? Nem tudom. Megnézem a falakat, hát ha valamiket ki lehet csapni, de... Nagyon gyanús az a bogaras rész, ugye nem? Megint lukba turkálás? Lukba turkálás, tök jó, oké. Azaz. Mondom én! Hespicsába gyorsan. Hagyjatok már békén, ennyivel nem bírok el. Ennyivel tudja, hogy nem bírok el. Na bazd meg! Hogy odáig szól a szerződése, értem. Bocs. Ezt jó tudni egyébként, okés. Szóval akkor most, hogyha én itt kimegyek, akkor jobbra tovább, jó. Ja. Hagyjál békim! Jól van, okés. Na, mielőtt még bármilyen súlyt bájhova tennék, én most elköszönök tőletek. Ez így durva volt, gyerekek. És azt mondták, hogy a börtön durva, tényleg durva. Na mindegy. Köszi, hogy voltatok. Következő alkalom is kapcsoljatok ide, jó? Jó, megbeszéltük. Szusszanok egyet, legyen szép estétek. Sziasztok!